Ádámi honlapot tudom. Nem vallok be semmit. Nem? Pedig van még? Hát, talán. Mi a helyzet? Micsoda exkluzív vendégek. Most már nem is érdemes tovább menne. Ennyi volt, ennyi volt. Te vagy a fő? Vidám jó estét! Vidám jó estét! Hogy vagytok, csodálatosak? Vidám jó estét, nagyon Isten! Én a fedlő! Szia! Bocsánat! Hello! Hogy vagy? Csodálatosan? Nagyon jó! De ez most nem a te generációd, ugye? A könyv! A könyv az még. Ne? És kinek vagy a kislánya? Tessék? Valami barátnak vagy a kislánya? Nem, hanem a Zsoltnak vagyunk kedves régebbi ismerősei Dániából. Igen, igen. Na, hát gratulálok. Isten értesen. Köszönöm szépen. Ők jól vagy mondani. Hello, sziasztok. Hello. Honnan ismeritek a Zsoltit? Zsoltit régóta a sportpályáról. Ferencváros. Aha. És utána mélyebb barátság lett. De jó. Kedves nevezet? Győr Béla vagyok. Győr Béla. Győr. Okay. Isten értesen, Béla. Köszönöm szépen. Lesz, tessék mondani. Tessék? Diszkó is lesz? Nem, dehogy lesz. Nem? Nemes Laci barátom diszkózik addig, nem? Hát nem a Nemes László hangosít. Na de, ne. Miért? Apá! Elégem, Lacikám. Amikor eltöltöttek minket egymástól. Csak nem ismersz meg, mert én magas voltam, szűnt egy égszemű. És azért nem ismert meg. Előtted van a lám. Én a pici vagyok. Róla pici. Na mindjárt megismerlek. Forgatás előtt elmentünk egy kicsit italozni, mi? Apám. Volt. De jól nézel ki, Lacikám. Mi újság van vele? Örülök, hogy tetszem, cica. Igen. És te hangosítasz most? Ide járok a te hangosítás. Igen? Zsoltina? Honnan ismered a Zsoltit? Melyik Zsolti? Hát aki ma van, aki írta a könyvet. Nem ismerem. Nem? Nem? Most is. Nem, én ide a Rock Múzeumnak szoktam besegíteni. Ja, értem. Neked is van itt kint valami erekér? Az életműdíjam a wifi. Tényleg? Tényleg. Jó van. És jól vagy? Minden oké? Hát nem, fáj a lábam. Hány gyermeked van?
kettő. Két. Hány unokád? Az nincs még. Nincs még. Fiúk, lányok? Lány gyermekeim vannak. De csodálatos. Gratulálok, Latikám. Gratulálok. Köszönöm. Sziasztok. Ti honnan ismeritek a Zsoltit? A húgának vagyok a legjobb barátnője, és együtt nőttünk föl. Hát a húga az nem itt lakik. Az... Hát nem, de amit itt lakott a Váci utcában, addig együtt nőttünk föl. Igen, kedves nevedet megkérdezhetem? Véget? Kedves nevedet. Igen, én vagyok az Iluska. És te? Én meg a Gyögyő vagyok. Én meg a Farkas. Te meg a? Farkas. Farkas, Farkas. Meg a Piroska. Igen, ott volt 10 éve a cunami, nem? Egy haverom, egy osztrákon. Jó, de most jó, itt a Zoli. Zoli. Kicsoda? Ti honnan ismeritek a Zsolti? Hát, voltunk vele egy pár szó kocsmában. Tényleg? Igen. Meg túrákon, egy jó kis tiroli túrákon. Parancsot? A jó kis tiroli túrákról. Tényleg? Uh-huh. Mi volt Tirolban? Sörfesztivál. Kulturális programként. Jó barátságban vele. Tiroli néptáncok. Na, akkor szeretettel köszöntünk benneteket. Ez melyik cégnek készül a felvétel? Siena. Apa! Nézd már! A Góri! Most ki a Góri, gyereke? A Jani? Most befaszom, hogy csinálj, mindig én felettem, bazdmeg. Szia! Hello! Kicsikém, drága szépségem! Mik a híre, Zsolti? Hát a Zsoltit azt mondanom, ismerem, hogy a Lőrizi Gyuszi, aki a Kőbányán, a 10. körületben, Kozma utcai lakótelepen, egy lakótelepen laktunk, és hazalátogattak egy idő után, és hozta a Zsoltit magámmal, és bemutatott neki. És innen a ismeretség, Csárlival együtt bulisztunk, a Zsolti, egy társaságban, nagyon jó volt, aranyos kis ember. Na, ennyit röviden. A szavaló gyönyörű, mert írtál most is verset? Nem, különben gondoltam rá. Igen. Aha, de gondoltam, neki kell most szerepelni, és nem akarom egy kicsit se, hogy elvegyek tőle valamit. Hát azzal a verssel felemelted a születésnapján, az csodálatos. Köszi. Egy igazi költőnő vagy. Azt szoktam, sok verset írtam. Igen? Igen. Kedves nézőknek, áruljuk el a... Majd folytatom, jó? Legközelebb nem felejtem el. És akkor bepótolom. A kedves nézőknek a költői nevedet mondd el, légy szíves. Kis Ildikó. Kis Ildikó. És honnan ismered a Zsoltán? Dániából. Dániából? Igen, ott élek én is. Ja, te is Dániában? Igen. És hogy ismerkedtetek meg? Hogy? Hát, most mondjam el, a volt férjemnek eladott egy kocsit. A Zsolt egy 500-as Fiatot. Na, úgy ismertük meg, 31 éve. Ja, és akkor a Zsolti miatt váltál el? Nem. Nem miatt. Az a férjedtől elváltál? A barátság is maradt? Igen, az maradt, látod? Hol jársz? A barátság maradt, a férjek mehetnek. Nem jönnek, tudod, mennek. Csuri jön, nem tudod? Nem tudom. Hogy van? Jól van. Jól van, igen? Igen. Örülök meg. Akkor, szia. Ezek a nagy találkozások. Együtt a munkor. Együtt bizony. Nagy találkozások. Gyuszival együtt jöttek. Nem ismertem meg. Egyszer találkoztunk. Igen, igen. Mert te máson zenéltek. Így van. Csuri barát. Csuri van. Tudom. Tudom én. Azt akarod, hogy beszéljek, akkor kérdez. Igen, igen. Értelmesen válaszol. Nem jövő voltam. De ez ilyen mindig. Ott a pizsamában ott ott. Ott lesz a bocsét. Így a bocsét. Hogy kerüljük a felső? Szia, picikém! Jó vagy, pici? Danikám, olyan jól nézel ki! Igen! Nekem az
De honnan ismered a Zsoltit? Hát itt valós közökök vagyunk hozzájuk képest. Zsoltit ezer éve. Na de mi tök kis közök vagyunk. Hát igen, de mégis... Ők a nagy generáció. Nagy, annál, mi kisebb generációk vagyunk, tudod. De ez van. Fiatalok vagyunk még. De a jó emberek mindig összecsapódnak, tudod. Így van, nem? Így van. Legyen kicsi vagy nagy, és oda sodrodik egymással az éve. Igen, igen, igen. A télen az éve. Hol bulisztatok? Ki a Zsoltival? Zsoltival? Ajaj. Emlékszel valamire? Persze, Siófokon, amikor az asszonyok kergettek, mindig egy órával előbb jártunk a Zsolttal érte, és végül a nudista csúszdára kötöttünk ki. Tényleg? A Siófokra, még a izé épített apa. egy... És közben erekciód volt? Igen, na, hát még szép. De most is van, csak most visszafogom már. Igen, csak abban egy Viagra-t be kell kapni. Hát Viagra, már hál' Isten, de 3-4 sebesség le van blombában, még rajtam, tudod. Hasz Gyurira együtt játszottam a Vasasban vele. Az azt csinálta, hogy szeretett egy főtoporisztát a fürdőn a drágába, és kiállt, érted? Felhördült a kövegért, mekkora büntető van. Nagy padon volt. Ja, Sneci nagy. Sneci a... És egyszerűen meghalt utoljára, hát nem utoljára, legelőször a Balaton, Földváron csöveztem vele, amikor 100-szor játszott a Gemini, és a faluban laktunk, Földvárnak a falujában, fölött a padláson. Akkor ott 2 forintot szedt az öreg néni, hiszen ilyen két truppót érted. Ja, ilyen dolgok. Ja. Nagy generáció. DJ Tojás. Hú! Dáci, gáci, bogi! Sport! Sportszálló. Mert? Már szóltam a kintieknek is, hogy fáradjanak be, és látom, hogy nagyon fáradnak. Gyertek, itt még van hely azért. Köszönjük szépen, hogy ilyen nagy számban megjelentetek, és hogy miért is én vezetem ezt a műsort, hogy nem műsor lesz ez, itt a beszélgetés a Zsolttal. Hát azért, mert 60 évvel ezelőtt ismertem meg Szigetszent Miklóson Zsivnovszky Lászlót, akivel akkor már barátságot kötöttem. Ő belőle lett később Bendó Zsolt, akivel szintén ugyanolyan jó barátságot folytattunk. Így most már 3-an vagyunk ilyen jó barátok. Ez a könyv, ez tulajdonképpen egy életrajzi kor és korregény, 1978-ban kezdődik, és visszatekint Kopenhágából a múltra. De mindenek előtt Zsolt kérdésére szeretnék néhány mondatot mondani arról, aki a borítót készítette. Sajnos a képkészítője már nem lehet közöttünk, ő Pereci Jelőnek hívják, és Oszlóban él. A kép is ott készült. Bocsánat, a fényképet készítette. Fényképet. Egyébként a Fiki barátunk készítette a borítót. A kép készült. Tehát és Zsolt kérde, igen, tehát itt utcai ruhában áll bejátszani, pedig ott volt már a másikról, ami este bulikán lehetett. Zsolt kérése volt, hogy Veszeli Ferenc festőművész mellett, aki a borítót tervezte, tehát 1978, a labdarúgó világbajnokság éve, az Argentina-Hollandia döntő előtt állunk, és már túl vagyunk azokon a szomorú emlékeket idéző magyar-argentin meccsen, amikor jelen szervezőnk utoljára környezett meg egy foci meccset. De hogy miért és mi okból? Hát azért, mert akkor állították ki kedvenc játékosát, akivel akkor még nem ismerték személyesen egymást, Törőcsik Andrást és vele együtt Nyilasi Tibort. Közben eltelt 9 év, 1969 és 1978 között. 9 év távol a hazától, mert addig Zsolt nem jöhetett haza. Így Bulgáriába készült, és már nem először, hogy legalább apjával találkozzon, amikor a dán utazási iroda akkori magyar vezetője, Mangold Gyula, ismeritek néhányan, feltette a kérdést, hogy miért nem Magyarországra utazik. De Zsolt akkor még nem volt dán állampolgár, útlevele ugyan az egész világra érvényes volt, kivéve Magyarországon.
A könyv szerint a következő párbeszéd hangzott el. Most én leszek az egyik is, és a másik is, mert nem volt hajlandó saját jelmondani. Megkérdezhetem, mióta jött külföldön? Elcsodálkoztam, nem szoktak ilyen kérdést feltenni egy utazási irodában. Észrevette, hogy meglepődtem, bocsánat kérve, széttárta a karját. Nem akarok kíváncsiskodni, csak eszembe jutott, hogy miért nem Magyarországra utazik. Gyula, maga tudja, hogy diszidáltam. Gondolja, hogy nem hazamennék, a módon lenne rá. Ezért kérdezem, úgy emlékszem, elég régen Kopenhágában él. 9 éve jöttem el otthonról. Nézze Zsolt, ha úgy gondolja, én felhívom a követséget, magán múlik. Vagy azt mondják, utazok, vagy azt, hogy nem. Sajnos nem vagyok dán állampolgár, sőt az útlevelembe beleírták, hogy mindenhová érvényes a világon, csak Magyarországban nem. Azt hiszem, ennek ellenére van lehetőség. Egy telefon megér, ha tényleg szeretne hazautazni. Kérdő tekintettel nézett rám, várta a választ. Meghökkentő volt az ajánlat, mit csináljak, hiszen semmire se vágyom jobban, mint hogy viszont lássam az otthonomat, ahonnan közel 10 éve elmenekültem, az elhagyott barátokat, Budapestet. De mi van, ha elfog? Ha bebörtönöznek, és nem engednek vissza. Dobjam a nyakam önszántan valahol rokba. Sok minden megváltozott az évek során, de még több úgy maradt, ahogy ott hagytam. Kérem, hívja fel őket, mondtam végül, de azonnal megbántam. Lerostattam egy székre, még arra emlékszem, hogy felbebeg a telefon, de az agyam nem regisztrálta a beszélgetést. Csak akkor rocsultam a furcsa bódulatból, amikor a férfi lerakta a kagylót és hozzám fordult. Hozzak egy pohár vizet? Köszönöm, jól vagyok, nem kérek semmit, mondtam zavarodottan. Akkor rendben van, hallottam, mit beszéltünk. Menjen be a követségre a vízomért. Hellerupban van, az egyes busz kiviszi magát innen a térről. Ha utazik, nálunk vagy a Malév irodában veheti meg a jegyet. Hetente 2-szer van járat, legközelebb szombaton repülhet. Zsolt erősen töprengett, hogy megmerje lépni ezt a lépést, mert nem volt megnyugtató számára, hogy az egész útlevél, vagy az engedély egyetlen kis lapocska, egy betét volt. Vagy elmondod, hogy volt ez? Bementem a követségre. Mi volt az? Hát tulajdonképpen ez az engedély, az útlevelemben belerakott a követséget egy betétlapot. Betétlapot. És azt mondták, hogy amikor jövök visszafelé, akkor szedjem ki a repülőn, úgyhogy amikor leszállok Kopenhágába, akkor már nincs nyom annak, hogy én merre jár. Hát tényleg eltökrentem, hogy most mit csináljak. Aztán azt gondoltam, hogy ha kihívom a családot, meg a barátaimat, akkor csak nem tartóztatnak le a repülőtéren előttük. De közben van nekem egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy szeretem megtréfálni az embereket, és rájöttem, hogy inkább úgy megyek haza, hogy nem szólok senkinek. A húgomnak meg volt még a kulcsa a lakásunkhoz, Váci utca 78-ban lakunk akkor éppen. Elkértem a kulcsot, és fölhívtam apámat, a barátokat, hogy egy dán barátom érkezik majd Budapestre, legyenek otthon, mert föl fog menni, meglátogatja őket. A barátaim, ez volt a kis Zsolt, és egy bizonyos belső nevű barátom, aki egyébként Laci. Őket pedig a kedvenc törzs, egyik törzseim, hogy a Kárpátia az apostolok mellett, a harmadik törzshely az a Korzos Öröző volt a Petőfi Sándor utcában. Hát hogy őket oda rendeltem, hogy nézzék, hogy fogadják az én dániai barátomat. És azt hiszem, hogy itt... bocsánat, még annyi, hogy a repülőre, amikor felszálltam, Akkor még úgy örültem, hogy át fog minket verni, de aztán amikor már tudta, hogy nincs visszaút, akkor az jutott eszembe, hogy Jézus már jön lesz, legkevesebb. Ő csak vizet iszik. És most törődik hát. Na és a repülőn akkor már tudtam, hogy itt most már nincs visszaút, de nem történt semmi, leszállt a repülőgép, senki nem bántott, senki hozzá se szólt. Beültem egy taxiba, és mondtam azt, hiszem, hogy a felolvasnál. Hová megyünk? Kérdezte a taxis. A Váci utca 78-80-ban végzünk, a Szarka utca sarkán. De előtte megyünk egy kört a városban. Beültem a sofőr mellé, aki bekapcsolta a taxiórát. A Lada nekivágott a városvezető tartóunknak. Ne siessen, kérem, régen jártam errefelé, mondtam a sofőrnek. Bólintott.
Az Üllői úton jártunk, amikor megszólalt. Csak nem kiküldetésből jött vissza. Hát, valami jó esvére. Letekertem az ablakot, nagy volt a hőség a városban. Sokkal melegebb volt, mint Kopenhágában, pedig ott is jó idő volt, akkor értem. A körútnál jobbra fordultunk, elhajtottunk a Lenin körút 100-at előtt, ahol egy évig élt a család. A Margit hídon átmentünk Budára. Elszorult torokkal bámultam korábbi életem helyszíneit. Mennyit volt ki? Fél évet? Érdeklődött a taxis. Hát kicsit többet, feleltem. Az Erzsébet hídon visszamentünk Pestre, még be lehetett hajtani akkor a Váci utcában. A házunk előtt állt meg a kocsi, szép borral alattattam. A taxis lelkesen a kapuig cipelte a bőrönöket. Liftel mentem fel a második emeletre. Belestem a konyhába a körfolyosorról, nem volt ott senki. A kulcsot bedugtam a zárba, működött. Apám még tévét néztek a szobában, amikor bekopogtak. Szótlanul, könnyes szemekkel szorítottuk egymást. Most jött volna a korzópoén. Ugyanis bevallom, tehát ezen még most két nappal ezelőtt is, tegnap éjszakáig dolgoztunk, hogy mi legyen az, amit beleveszünk. Mert nagyon sok érdekeset itt tényleg az volt, elég érdekeset. És Zsolt azt szerette volna, hogy gyakorlatilag az egész könyvet olvassa. De ezt inkább rátok bízom. Úgyhogy sok mindent ki kellett hagyni, és aztán hatalmas ugrásokat tettünk, de néha azért elég hosszú idézetek maradtak benne. Na jó, tehát itt most az lett volna, hogy de ezzel még nem volt vége a találkozásnak. Ugye, Zsolt? Így van, így igaz. Mert hogy is találkoztál velünk a korzóval? Hát igen, az volt. Előtt a két kész átverés volt, ami tudom, hogy mindjárt. Apukámmal bementünk a korzós őzőbe, apám nem volt arról híres, hogy komédiás az ott volna, de itt a segítségünkre volt. Tudta, hogy jön a Laci, meg jön a bizonyos Kis Zsolt. Nem árulom el, hogy a Kis Zsolt. Senki nem tudja ki. És elbújtam hátul egy falba, és azt nem tudom, hogy a Laci érkezett először, vagy a Zsolt. Minden esetre apám azt mondta, hogy látott egy gyanús, szőke, fiatal embert. Hát, hogy olvassa le, leírtad. Saját szavaimmal is elmondhatnám, igaz, hogy ilyen kicsit másképpen emlékszem rá, de hát az a lényeg, amit leírt. Tehát, már fél órával a megbeszélt idő előtt a korzóban voltunk apámmal. Bevágtam egy felest, aztán kis idővel a fiúk érkezés előtt elbújtam hátul egy boxban. Először a Kis Zsolt futott be. Szevasz, Laci bácsi! A dán srácot várod? Érdeklődött. Apám bólított. Tegnap telefonált a fiam, mondta, hogy jöttök ti is. Közben Perső is megérkezett, apám pedig életében először komédiázni kezdett. Hát már itt kellene lenni a srácnak, nézte az óráját. Láttam egy magas szőke fiút az elő, valahol a hátra ült. Lehet, hogy ő az, nézzétek meg. Hallottam, hogy jönnek, közelednek a búgóhelyemhez. Előugrottam, olyan ricsai támadt, hogy az egykor itt a korzóban felrobbant bukkancs hangját is elnyomtak volna. Örömmámor, pálinka és sör íze keveredik a számban, a könnyed sós ízével. Megérkeztem. Azért az utat eléggé kacskaringós volt, a belvárosba kezdődött ugyan. Már ez a kalandos életedben egyébként. Mindenki tudja, hogy Tökölön születtél, aztán átlépett a határ, és itt Szigethalmon születtél végül is. Akkor itt születtem. De akkor most már kicsit beszél gyerekkorodat is, de csak kicsit. Hát rengeteg dolog abban az időben nem történt, de én úgy éreztem, hogy hát az 50-es évek, az engem Szigethalmon talál, Tökölön születtem, de tényleg ez később Szigethaló belvárosa lett. Néző város Szigethaló. Hát akkor még ezt nem lehetett elmondani, mert volt a három utca, és például villany sem volt a faluban. Úgyhogy amikor volt az 54-es korban a világbajnokság, Szepesi-nak a közvetítését, azt egy háznál hallgatta a Fél utca, mert nem volt rádió. Ennek ellenére nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Szerintem a nagyon rossz dolgok ellenére
valamitől mégis ebben voltak az emberek, én pedig attól, hogy mindenki egyformán volt szegény. Most meg egyformán nem gazdag. Úgyhogy, és az sem volt rossz dolog szerintem, hogy egy pártrendszer volt, azt az egyet kellett szidni, vagy azt lehetett szidni, titokba, persze, otthon, és nem a gyerek füle hallatára. Úgyhogy hogy én azt gondolom, hogy végül is én jól éreztem magam gyerekként, a muckák között. Azt tudom, hogy a sport már akkor megfertőzött, az 52-es olimpia után eljátszottunk mindenféle sportágot, még vízilabdáztunk is a homóba, húszva-mászva. Úgyhogy hogy tulajdonképpen a sport megszállottságon akkor épült. Jó, de focista szerettél volna lenni, azért értek kudarcot mindjárt az elején. Hát igen, szerettem volna futballista lenni. Csak éppen hát olyan nyártóz gyerek voltam, hogy az első toborzónak, amíg úgy hívták a kölyök csapatokat, hogy úttörő. Hát engem a pályalaci bácsi azt mondta, hogy ügyes vagy kisfiam, de téged elfúj a szél. Úgyhogy hatalmas bánatomra nem vettek fel, nem vett fel az első toborzón. Tudni kell, hogy azon a környéken, ahol mi laktunk, egyetlen egy csapatnak volt kölyök csapata, ez volt a Csepel Autó, aki az NB2-ben szerepelt. És a többi kis falu, város ott csak ifi volt, és én még akkor csak 12-13 éves lehettem, ifivel nem játszottam, oda meg nem vettek föl, úgyhogy egy borzalmas évet éltem le, amíg jött a következő. Ja igen, a folytatás. Hát, a Csepel Autó az egy hatalmas emlék volt, ott játszottam az időben is, de aztán volt egy játékos, aki nekem nagyon sokat jelentettem az időben, úgy hívták, hogy Tihi Lajos. És annak ellenére, hogy eléggé zöldvérű vagyok, én a Budapesti Honvédnál próbálkoztam, és az első próbálkozásom sikerrel járt, akkor már nem volt ilyen kiugtak, hanem megigazott a Honvéd, és a Honvédben játszottam egy évet. De elég körülményes volt a közlekedés, Szigetszentmiklós, a gimnáziumban jártam a Csillagterek gimnáziumban, Szigetszentmiklós, Csillagterek, Kispest, és utána haza. És hát a közlekedés azért nem volt olyan volt, hogy most az emberek nem nagyon volt autó, úgyhogy az apukám nem jött értem kocsival, és egy évig értem, aztán visszamentem a Csepel Autóba. Mindenben is nyert a bajnokságot, most nem tudom, hogy milyen osztályra szeretnék az akkor egy kis Csepel Autó írni, de mindenki bajnokságot tudja lehetem. A Honvédnál azért az az egy év az nem volt haszontalan, már csak azért sem, mert nem ismertem, hogy a Budai Laci bácsi Budai 2-ről van szó, a Zalán csapat jó szélségéről, akiben később megint összehozott a sors. De rajta kívül volt azért még néhány olyan ember, akinek örülök, hogy megismertem. Ráadásul még játszottam Bozsik Cucca ellen 1962-ben, teljesen véletlenül is ez volt az első találkozásom az újságírással, ugyanis az újságíró futballcsapata a Budapesti Honvéd öreg fiúk ellen játszott barátságos mérkőzést, és nem volt meg az újságíró válogatott, kértek kölcsön két kifiának, és én lettem az egyik. És olyan szerencsém volt, tehát olyan szerencsém volt, hogy nem a valami nagy nevű játékos fogott, hanem a zsibét, a legmobilkozó. Már ezt nem is használtam, hogy az én gondolomat nyert az újságíró válogatott, és meg is hívtak ezek után engem a nyugdíjköztársaságban lévő újságíró szokházban. Na de ami nekem fontos volt ebből a mérkőzésből, az nem is volt sikeres ez a Honvéd év, de azért volt némi eredmény, legfőképpen ez a hatalmas emlék. Igen, radista voltál elsősorban, ami azért volt egy valaki, aki miatt egy kicsit a Honvéd felé is kacsintottál, hogy úgy hívták, hogy Tihi Lajos. Igen. És aztán
Újpestre a tánciskolára. Hát igen, igen, ez úgy látszik, hogy ez így megmarad bennem, annak ellenére, hogy tényleg fradilukkel vagyok, de az egyéniségek nekem mindig felülírták a klubszíneket. Úgyhogy amikor én 1978-ban hazajöttem, akkor ahelyett, hogy az Üllői útra mentem volna, mert Újpestre vettem az irányt, bizonyos tánctanár szórakoztatta a közönséget abban az időben, és remélem már azóta megérkezett az én kedves Töröcsik András barátom. Itt van! Aztán 1962-ben egy barátom, akit Pekának hívtak, elcsábított, hogy menjek fel a bizonyos Danubia nevű szórakozó helyre, az Uglóban. Hát megérkeztem, és egy valami új világ támít. Ezt elolvasom. Igen, hát én egy kicsit később csatlakoztam itt Zsolthoz, a Viában még nem jártam, de erről ő így ír a könyvében. Hiába lettem gimnazista, még mindig kisfiú voltam. Nem nagyon figyeltem az öltözködésre. A zenét a rádióban hallott slágerek jelentették. 1962-ben szinte egyik napról a másikra minden megváltozott. Peka, az egyik barátom, akivel korábban inkább csak gombfociztunk, rábeszélt, menjek velük bulizni az Uglóban. Azt hittem, ez is olyan lesz, mint a Fegyó bulik a Szigetharjú bálóban. A vidéki kultúrház után a Via sejtelmes fényeivel vadultok az óvat, vasvilagok, különösségével, a különösségével, azonnal a szívekkel. Luxis zenét játszottak, amit én csak az idősebb srácok mástam át indiából is tudtam. A Luxis egy széken áll, mély recsegő hangokat csalt el a hangszerből. A színpad elől, a rivada fényben tisztán látszott, ahogy az arcán csorogján mellett nincsenek. A gitárosok nagy átéréssel, a hosszú dobszólóktól pedig még izgatottak. Angolul énekeltek, a közösség is beszélt a közösségre. Sikongatás, fűcs, taps, voltam egyetlenül a hangot. Bámultam, szívtam magamba a bódító érzést. Ismeretlen impulzusok kavarodtak bennem. Új volt a környezet, a banda, a közönség reakciója. Azonnal beleszeret. A rövid bordó kabátos zenészek nyakában nyakkendő helyett fekete selyemszalag, a kabát alatt szürke párhuzamnadrág, zárán sötét vastag csík. A táncparketton a srácok lezser cuccokban, a leopátra frizurás csajok, izgatottan kérdezte Pekától, ki ez a banda? Az Omega, mondta Peka. Omega, Omega. Dünnyögtem magam elé a görög ABC utolsó betűjét. Na, ez biztos nem felejtett. Szerettem a zenét kisfiúkoromtól, rajongtam a könyvekért, de 16 éves koromig a sport és a foci jelentett szinte mindent az életemben. Az Omegával megjelent a rockzene és egy életforma, amelyben jól érzem magam ma is. Na jó, de nem horgonyoztál rá az Omegánál, mert jöttek az újabb és újabb bandák is. Nem voltak ezek? Lehorgonyoztam volna, hogyha ott maradnak a Dalúgyában, de nem maradtak. Így aztán megismertem a másik zenekart, akkor már elég jó nevű volt a fiatalok között, úgy hívják ezt a zenekart, hogy az Illés zenekar. A Bercsényi utcába játszottak, és arról volt híres a hely, hogy egyetemisták és Budapest legszebb lányai jártak oda. Mi meg kisfiúk voltunk az egyetemistákhoz képest, és hihetetlen módon feszélyezve éreztük magunkat a nagyfiú társaságában. Még a nálunk fiatal kiscsajok is elsősorban az idősebb egyetemista srácokhoz vonzottak. Úgyhogy csalafintaságunkra volt szükség arra, hogy egyáltalán le tudjunk csalózni. Úgyhogy hát kitaláltuk azt a Démessel, hogy fölkérünk egy-egy lányt, de azt kérem fel, aki neki tetszett, és elkezdem dicsérni a Dénest. A Dénes meg engem dicsért, amiket én akartam. De aztán azért
néha-néha sikerült egy kis csaj befűzni, de hát ezek nem voltak igazán a nagy sikerek, azok később érkeztek. Még egy mondatot mondjak el, tudom, nem elegáns, hogy az ember közben előadás közben fehér volt, és szinte utána vörös volt. Lackó, azt hiszem, most te lesz. Na ugye, utána jött a Vercsényi, Szkampoló, viszont a Vigyázó Ferenc utca teljesen más volt, mint a Vercsényi vagy az Anubia. Igazi rock'n'roll klub a belváros közepén, ahová nem csak táncolni állt a közönség. A színpad előtt felállított színsorokban a rajongók áhítattal várták a zenekart. A helyiségben, ahová összezsúfolva sem fértek be 200-nál többen, levegő is nehéz volt lenni. A Vigyázóban a tagság sem jelentett biztos bejutást. Aki nem állt be időben a bejárat előtt kígyózó hosszú sorban, kívül maradt. Lassú Hurricanes és Shadows számokkal indult a buli, csak később jöttek a nóták, amitől beindult a közönség. Egyre vadabb lett a zene, egyre forróbb a hangulat. Aztán a fiúk belecsaptak Jerry Lee Lewis voltájába, a Shady Baby Shade, és elszabadult a pokol. Komár hangját elnyelte a zajos ováció. Judy feltolta a szemüvegét, arcán megjelent az átszellemű mosoly, mint mindig, amikor elkapta a fonalat. Egy szemvillanás nyílt alatt felrobbant a színpad, mintha vulkán tört volna ki, amiből láva helyett forró volt zene áram. Atkári már a földön fekve tépte a húrokat, a tömeg extázisban a székek tetején tombolt, fütyül csikoltozott, közben apró pénzzel szólt a tele a színpadon. Senki se tudta, hogy honnan származott az a szokás, amivel a rajongótából kifejezte, hogy hálás minden akkordért. Ez volt az egyetlen hely Budapesten, ahol eltűrték ezt a viselkedést. A Vigyázóban az őrjöngések ellenére csak nagyon ritkán tört össze egy-egy szék, verekedése nagyon volt, mindenkit lenyűgözött a mágikus hangulat. Roland sem hiányzott a budikból. A mindenki által ismert és szeretett mozgássérült srácnak külön helye volt az elsősorban. Meg nem bántottuk volna, de magunk között mindenki tudott egy kicsit Rolandul mozogni. Ismertétek, ugye? Furcsa komikus mozdulatai gróf utánozta a legjobban. Koncert után hazafelé a tömött villamoson gyakran Rolandosra vette a figurát, mi meg statisztáltunk a műsorhoz. Komor arccal felsegítettük a tömegben, azonnal lett hely hármunknak is. Különösen a leszállást élveztem, amikor kihúzta magát, megköszönte a helyet és kecses mozgással lelépett a tujába. Idővel bejáratos lettem az összes menőhelyre, a Rákóczi 66-ba az Árnyékhoz, a Bosba, ahol Sankó Laciék játszottak, később a Károly utca sarkán lévő ötrös klubba is. Ez volt a híres Hordó. A Hordó, ahol ismét összehozott a sors az Omegával. Új szakszofonosuk volt, Somló Tominak hívták, és én csodáltam a hangját. Nem sejtettük, hogy jó 30 év múlva évekig visszatérő vendége lesz egy kopenhágai bohém tanyának, ami történetesen az én lakásom. Ez a korszak azért még távol állt a hippik békét hirdető világától, azért elcsattant egy-egy pofon. Szóval, már biztos vannak emlékeid a bunyókról, nekem egyről biztos. Zsolt az Ifi Parkban valami bunyóba keveredett, és aztán ezt otthon bemutatta az iskola lépcsőjén, hogy hogy történik. Úgy lefejelt, hogy csak így fölcsönt. De tulajdonképpen úgy történt, hogy az ifjúsági parkba rockiztam valami csajjal, és egy kis kör támad körülöttünk, az előfordult, hogyha valaki ott táncolt. Nem csak a stadionokban táncoltak akkoriban, hanem a táncparkettól is. És oda jön a srác, és azt mondja nekem, hogy hú, de jó táncolsz. Én meg azt hittem, hogy tényleg azt gondolja rólam, hogy jó táncolsz, akár mondom. Hát valamit én csináltam, hogy két mozdulatot, hogy igen. Azt mondja, hogy szép fiú vagy. Már éreztem, hogy ez nem mondom, hát szép vagyok, küldjél virágot. Erre úgy lefejelt, hogy lekapcsolták a fejembe a bunyóit. Most ezt a történetet akartam a Lacinak elmesélni, meg előrehajolt, hogy jobban hallja, és pont sikerült lefejelni. Na hát, de nem ez volt az egyetlen ilyen meleg helyzet. A Dénes barátommal kivettünk Soroksára, oda nem nagyon jártunk azért táncolni abban az időben. De valahogy... Nem az a művelődés.
nem emlékszem pontosan. Rózsa is volt. Valahol a Soroksár főterén volt ez a hely, és valaki azt találta ki, hogy Skampuló buli lesz. Ehelyett Svábbá volt, és annak minden kellékével. Abban benne volt a Sramli és a helyi legényekből álló felhőbizottság. Úgyhogy gyorsan észrevettük szerencsére, hogy ott már kerülgetnek bennünket, és a Dénessel elhétszertünk, valahogy kiszedtük a kabátunkat, már akkor jöttek utána a többiek. Hát először csak ilyen sírtősen érkeztünk, aztán elkezdtünk szaladni, és hát abban az időben a közvilágítás sorosában nem volt éppen a legjobb. Rohantak utánunk, aztán valahogy bemenekültünk egy udvarba, akkor hát Soroksár egy kicsit inkább falusi jellegű volt, volt ott disznóból is, és disznóból mögé bújtunk el, hogy ne verjenek a bennünket. Hazafelé jövett viszont, tudták, hogy az utolsó vonatán elkaphatnak bennünket, és hát nem is került nekik, mert jött a Soroksár kép, később aztán a menekülés szimbóluma lett az életemben, tehát mondtam, hogy ha baj van, akkor jön a Soroksár kép, amire föl lehet kapaszkodni. Úgyhogy hogy ezt is megúsztuk, ezt a verést. Aztán... Hát, ekkor mi Szigetszentnék Miklósra voltunk, egészen 1965-ig. Igen, 1965-ig Szigetszentnék Miklósra voltunk, akkor jött vissza a család, de a Lenin körút 106 cikkben, ahol... Már még ezt elmondom, hogy tehát Szigetszentnék Miklósra gyakorlatilag naponta járkált fel a Zsolt Bulira, ilyen ritkábban. És volt neki egy notesza, és abban mindig beleírt minden esemény, hogy mit tudom, itt, ott, ez történt, itt most ennyi pénz spórolt meg, és amikor a buszra utazott fel a bulikra, utána éjjel előtt a notesát, és írta, hogy 3-6-3-at spóroltam meg, ennyi volt a busz, mindig volt. Na és akkor 65 őszén fölköltöztek Budapestre, a Lenin körút 106 alá, ez az akkori Kamara Varieté mellett volt közvetlenül, de azt hiszem, hogy legalábbis eleinte nem nagyon szerettél jutni, vagy volt itt? Nem, én úgy szerettem ott igazán, egyikünk sem szeretett, de aztán egyszer csak rájöttem, hogy nekem nem tetszett a Szigetszentmiklósi lakás után, nem igazán tetszett ez a hely, de amikor pár utcával, Aréna Eselény utcában megismertem a Szabados Gyurinak a lakását, akkor nagyon felértékelődött ez a képi. Hát ott a Vesemény utcában, akkoriban nem volt senkinek lakása, egyedül a Szabadósnak. Én tulajdonképpen oda jártak súlyzózni a gyerekek, mert ott volt az első fitness szalon Budapesten. Ahogy felfordított teknőn nyomták a súlyokat, de hát egyáltalán örültük, hogy felnél van a fejünk felett. Úgyhogy egy hihetetlen kellemes hely annak ellenére, hogy hát elég egyszerű kis hely volt. Soha nem felejtem el, egyszer bejött valaki, és megfogta a frissen vásárolt 2 kilós kenyeret, és átvitte a szoba másik oldalára, Szabados meg azt mondta, hogy mi van, átrendezem a lakást. Ilyen időket éltünk akkor. Na, de azért térjük vissza egy kicsit még a Lenin körúti lakásba, mert innen indult egy olyan folyamat, ami aztán máig is kísért, innen vezetett, az itt a végzet felé. Így ír elő Zsolt. Átvágtunk a Clark Ádám téren, már a nagy októberi forradalom tiszteletére zászló díszbe öltöztetett hídnál jártunk. A srácokkal nem politizáltunk, de véleményünk volt mindenről. Abban egyetértettünk, hogy a szovjet csapatok 20 év után elhúzhatnának végre a sunyiba. De nem húztak. A szél viharossá vált a Duna felett, tépte, csapkodtatta a zászlókat. Egy vörös zászló, egy háromszínű magyar, így voltak egymás után. Bekattantam. Nem tudom miért éppen akkor, de a pálinkának is lehetett benne szerepe. Mit keresnek itt ezek a vörös zászlók? Ordítottam a szélviharban. Dobd a Dunába! Jött a válasz. Elragadott az indulat, elindultam a zászló felé. Megőrültél, üvöltött Dénes, de elkésett. Megragadtam a zászlónyelet. Hallottam, ahogy roppan a rúd a kezeink között, a csonkot pedig zászlóstól belevágtam a Dunába. Néhány dermet másodpercig csak a szél süvöltött. Aztán a lámpák sárgás fényében egy rendőr
sziluettje bukkant elő a hídszövegön. Ott állt néhány méterre tőlem, és én barom nem vettem észre. Letartóztatom, ragadta meg a vállam. Velem jönnek. A vállamon egy pillanatig sem enyhült a szorítás, elindultunk a hídon a Vadász utca felé. Dénes tett egy bátortalan kísérletet. Nem lehetne elengedni, biztos úr? Véletlen volt. Ne pofázzon, ordította Hekus. Akkor beszéljen, ha kérdezem. Itt mennek előttem a kapitánysági. Tudtam, nagy a baj. Mit kaphatok ezért? Kérdeztem a rendőrt. 1-2 évet visszakap az ötből, gúnyolódott. A rendőrségen elválasztottak a többiektől, egy cellával öktek. Hanguk szűrődtek be a beszélőn át. Mit képzel magáról ez a szemét? Mondta valaki. Kulcsörögés hallatszott, kinyílt az ajtó. Többen is nekem estek, ütöttek, ahol értek. Mocsok, fasiszta disznó, itt rohadsz meg! Próbáltam védeni a fejem, de nem volt esélyem. Felretett a szemem, vérzett az orrom, de nem éreztem fájdalmat, csak a vérízét a számban. Hajnalban újabb rendőrök érkeztek, ünneplőben, csörgő kitüntetésekkel. Egyik belém rúgott, a másik ököllen vágott az arcomba. Aztán megszűnt a verés. Valaki beszizegett. Ha rajtam múlna, felhúználak, nem érdemled meg, hogy élve kikerülj. Napokig nem bírta menni. A WC-ként használt küblit sem használtam. Otthonról semmi hír. Nem értettem, anyám már akkor tűvétette a várost, ha valamelyik csajnál töltöttem az éjszakát. Többször kihallgattak, egyszer a főkapitányságon is. Ez az eset jobban megviselt, mint a verés. Bilincsben vezettek keresztül az engesztéren az emberek között. Gyanakvó pillantásokkal méregettek, amint leszegett fejjel baktattam a rendőrök előtt. Alig voltam 19 éves. Na igazi, történt más is a fogdában, még nem? Hát igen, igen. Mondjuk a legfontosabb... Az első napokban megvertek, aztán később már nem bántott senki. Viszont 19 éves fejjel ez az engesztéri buli, az nem igazán tetszett, amikor átvezettek a tömegbe. Az jobban fájt, mint a több napos verés. Hajózunk át, akkor védésen nézek meg. Volt az is, a 65-es év volt az, amikor a Fradi vásárvárosi kupát nyert, azért nagyon-nagyon boldog voltam. És aztán vártam, hogy vége legyen ennek a borzalmas évnek. Azt hittem, hogy jobb év következik. Jött 66, de ezt inkább hagyjuk, ezt a 65-es évet, hogyha lehet, menjünk át. Volt azért, volt jó 66 elején. Vagy ez is amit írtál. Alakult egy kemény zenét játszó ütős kis banda, a Dox. Sokan hívtuk úgy, hogy Dox, sokan úgy, hogy Dax. De ez volt a Dox. Csatlakozott hozzájuk Komár Laci és a csaja Zalatnai című a szkampolóból. Nem sokáig maradtak, mert Laci még a régi Elvis-féle rock'n'roll vonulatot képviselte, nem illett bele a Dox zúgósabb stílusába. A hely rendben van, az Arany János utcában nyomják. Lazábban lehet öltözni, beengednek bögösebb szerkóban is. Farkastól vettem egy bordó karcsúsított bászronzakot, hosszabbat a megszokottnál, hátul középen hosszú slitz, a Kingsből viselt hasonlót valamelyik srác. Nekem nagyon bejött. A Daxon is nagy sikere van. Ebben az apóban az ifjú barkba besengednének a rajnákék. Rajnák Laci bács. Az egyik bulin megismertem Bálintot, aki a New Musical Express és más popújságokból másolva minden jó cuccot megvart. Összehaverkodtunk Güzűvel, a Dax ritmus gitárosával. Güzűn keresztül ismertem meg a többieket, köztük Demién Rózsit és a bátyját, Pistát. Nyáron Cegléden vendéglátóznak, persze nem Dax néven. Meghívtak, nézzek le egyik szombaton. Kéglit is kapunk, tudsz nálunk héderezni, ha lejössz, mondta Güzű. Egy szombati napon mentem le Ceglédre. A fiúk nem mondták, milyen helyen nyomják, én meg megérkeztem talpig az utolsó londoni divatban, ami már a vonaton bonyodalmat okozott. Hiába igyekeztem meghúzni magam, várható volt, régen tudtam már, mire számíthat, aki merészetben öltözik. A ceglédi művelődési házban a zenekar úgy tudott csak bevinni, hogy azt hazudták, lengyel zenész vagyok. Kaptam szépen a sok részek fasztól, nyomták a rizsát ezerrel.
Nézd már, hogy néz ki ez a majom. Végül ez vagy lány. Én meg mormogtam magam el, és az anyukátok, hogy van panasztok. De megszólalni nem volt ajánlatos. A kedvezőtlen széljárás ellenére összeszedtem egy csajt, aki felvállalta a ceglét egyetlen turistáját. A szünetekben volt a legnagyobb a kabaré, mert én már jó égnál voltam, és Rózsi sem volt szomjas. Azt játszottuk, hogy Rózsi a tolmács, amíg löktem a kamu lengyelt, Rózsi megfordított. Mondja a lengyel kolléga, hogy hihetetlen nagy potenciával rendelkezik, és a szándékai komolyak. A sziszitek meg tudtuk főzni, nem most jöttem ám a fal védéről, okoskodott a gácsi. Hogy gondolhatsz ilyen trólunk? Ha mindjárt láttuk, hogy te egy rendes lány vagy, nem az a fajta, mondta Rózsi nyugtatólag. Fogadni mennék, hogy még szűz vagy. Legfeljebb elvesztem a fogadást. Hát, már volt kapcsolatom, sütötte le a szemét szendéle csaj. De mi az a potencia? Hát olyan dákóféle, vetett oda szemtelenül, fiatal és hihetetlen szemtelenül küzdi a zenekari asztaltól. A srácok szemben láthatóan élvezték a magas öttűnek nem nevezhető társalgást. A csajt nem zavarta a részek halandja, ahol minden a dugás körül forgott. Úgy látszott, senki emberfia nem tud megmenteni az első ceglédi nőmtől, amikor a bejárati ajtóban felbukkant egy hegyomlásnyi fickó. Látszott, hogy nem a színházból érkezett, és ugyan el is bődül. Hol vagy, Ica? A csaj szemei kikerekedtek. Hé, Istenem, a Józsi! Mondd meg a srácnak, hogy megjött a vőlegényem, egy vadállat, és be van nyomva, mint az alma. Az atom. Alma atom. Azonnal reagáltam, kézzel lábbal integetve, állengyelül jeleztem, hogy Ica mehet, ahová csak akar. Rózsi élvezte a helyzetet. A lány elindult volna, de Rózsi a vállára tette a kezét. Hová sietsz? Nem kell vinyálni. Jurek majd jól felhozza Józsi, mert egyébként ifjúsági karate bajnok. Hirtelen megtanultam magyarul. Hát csak szórakozik a barátom, menjél, Ica örökké emlékezni fogok rád. Nyomtam a kezébe a táskáját. Hogy te milyen szépen beszélsz magyarul? Nézett vissza Ica meglepetéssel és némi sajnálkozással a szemében. Amint törte az utat a tömegben, vissza-vissza integetett, aztán a pulthoz érve örökre eltűnt hegyomlás Józsi ölelő karjaiban. Rózsinál aludtam egy földes szobában, mert Güzinek lány vendége volt. Miért nem hagytad, hogy megmentsen neked Icát? Rövcsét kapatosan. Úgy tettem, mintha nem hallanám. Magamra húztam a takarót, aztán elnyomott. Igen, ez a 66-as év nyarán történt. Aztán sajnos ez a 66-as év egy szomorú év volt a számunkra. Ezt hagyjuk is, talán menjünk át a 67-re, különben is kevés az idő. 67 elején olyan hírek terjedtek a városban, hogy Rolling Stones koncert lesz Varsóban. Hát hittük is, meg nem is. Aztán kiderült, hogy igaz volt, amint az utca ember beszélt, és hát Lackó ezt, hogy milyen volt. Ez tulajdonképpen életünk egyik legnagyobb koncertje volt nekem mindenképpen, de szerintem neked is, Laci. 1967. április 13. Rock történeti dátum. A 60-as években egyetlen alkalommal ezen a napon lépett fel a Stones a Vasfüggő mögött. Reggel elbúcsúztunk Elzsvétáiktól, a lengyel barátnője. Nyakunkba vettük a várost. Vajon melyik hotelben vannak a fiúk? Túl vannak-e már a reggel? A fő, hogy itt vannak, egy levegő címünk. Varsó már órákkal a koncert előtt Tébolydára emlékeztetett. Tízezres fütyülő, sikoltozó tömeg a kongresszusi palota körül. Villogó, szirénázó rendőrautó. Vízágyú, gumibotot lóbáló, harcra készülő rendőrkorban. A stratégiai fontos a pontokon páncélautók, sisakos rendőrök. Koncert lesz, hogy forradalom? Lackó sóhajtott egy nagyot. Felejtsük el, ide az életbe nem jutunk be. Legalább a srácokkal összefuthatnánk, gondoltam magamban. Nyomban teljesült az óhajom, közvetlen mellettünk meghallottam Schweik hangját. Ott álltak a tömegben néhány méterre tőlünk. Két ismeretlen sráccal és lóval voltak, akik Varsóban tanult.
Hello, fiúk! De jó, hogy itt vagytok! Szakadt ki belőlem egy boldog kiáltás. Schweik megfordult a magyar szóra, elvigyorodott, amikor meglátta, kik vagyunk. Feje fürös volt, látszott, hogy beljebb van néhány vodkával. Na mi van? Sikerült jegyet szerezni? Kérdeztem. Persze, de csak dollárért. Na és ti? Kaptatok jegyet? Fordult Lackóhoz. Pelső megcsóválta a fejét. Nem sikerült, pedig mindent megpróbáltunk. Bizony, gondoltam, arról igazán nem tehetünk, hogy Elzsbieta varázsolni nem tud. $100 életünkben nem volt kettőnknek sem, de ezt nem akartam Schweik orrára törködni. Jegy nélkül a kapuig sem tudtok eljutni, legalább 3 helyen kérik a zsugát, mondta Ló. Ebben a tömegben sonszuk sincs a hekusoknak, elhihetet, nem először próbálom. Ha veletek mehetünk, 4 tonsz jegy között fel sem tűnik 2 vonatjegy. Ezen nem újjon, gyertek velünk. Köszi srácok, ez óriási segítség, hálálkodtunk. Így tuti jók vagyunk a bejáratig. Na hajrá, mondta valaki. Belevetettük magunkat a sokaságba. A lendület nem tartott sokáig, alig haladtunk 20 métert, amikor a rendőrök gumipotozni kezdtek körülöttünk. Fogalmunk sem volt, mi történt. Álltunk tanástalan az őrületes kavarodásban vérzőfejű sikongó emberek között. Szerencsénk volt, karcolás nélkül úsztuk meg a rendőrattakot, amire fűsiketítő fügykoncert volt a válasz. Figyelem, figyelem! Szólalt meg egy recsegő kézi mikrofon egy rendőr kezében. Csak azok menjenek, akiknek jegyük van! A vonatjegy is jegy. Kacsintottam Lackóra, és a gondviselésben bízva vadul lobogtattuk a Budapest-Varsó másodosztályú repülőjegyet. Előttünk a fiúk próbáltak előrejutni, nem volt egyszerű feladat. Minden centiméterért közelharcot vívtak, miközben a füttyorkán egy pillanatig sem halkult. Az első kordon után, ahol a jegyeket ellenőrizték, megnyugodtam. Lejött a számításom, arcon a rendőrök csak integettek tovább, tovább. Több órás közelharc árán végre a bejárat közelébe kerültünk. Előttünk hosszú sorban vonultak a szerencsését tulajdonosok. Most mi lesz? Néztünk egymásra felsővel a fiúk mögött. Remélem, Mik leadta a jegyeket, meg kirúgatom az erekarból, ha elfelejtette. Kezdtem az ökörködést. Lackó vette a lapot. Ha csak nem képzeled, nélkülünk nem lesz Rolling Stones koncert harcsokban. Amíg egymással handabandáztunk, a fiúk a bejárathoz értek, ahol a belépőket kezelték. Kicsit lemaradva figyeltük, amint átadják a jegyeket. A jegyszedő valamit mondott Schweiknek, amitől Schweik feje vörösből céklavörösbe váltott. Co kurva! Mondta, vagy inkább visította lengyelül. Idáig még értettem, a folytatásnál kevésbé. Hevesen gesztikulálva vitatkoztak, már Ló is mondta magáét. Úgy nézett ki, Schweiket mindjárt megüti a buta. Meglöktem a mögöttem álló srácot, akinek még mindig nem tudtam a nevét. Mi van? Mitől ilyen dühös? Baszki, hamis jegyeket vettünk. Nézett rám rémült tekintettel. Állt a sor, hátul hangosan türelmetlenkedtek az emberek, egyre nőtt az űrzavar. Már majd 4 vizsgálták a jegyeket, hangosan vitatkozom. Beintették a társaságot az előcsarnokba. Mentünk mi is, Schweik és Ló megállás nélkül dumált. Egy rendező elvitte a jegyeket, elült a vita. Félrehúztam Schweiket. Mi van? Mit mondanak? Ki volt akadva? Átvágtak ezek a szemétjegyűzélek. A rendezők jó fejek, kellett egy kis puhítás, de most már segítenének. Mondtuk, hogy magyar diákok vagyunk, az utolsó kanyinkat fizettük ki a hamis jegyekért. Izgatottan várakoztunk, a teremből kihallatszott, ahogy örjönk a publikum. Visszajött a rendező, a jegyek nem voltak nála. Néhány szót váltott a kollégáival, intett, induljunk. Az ajtóban megszámolta, hányan vagyunk. Tanakodtak, hogyan lettünk hirtelen 2-vel többen. Torkunkba dobogott a szívünk, éreztük, hogy most nőlel minden. Végre az egyik újra intett. Egy előcsarnokba értünk. A nyitott ajtón át megpillantottuk a tomboló, csápoló rajongók hadát. Bent vagyunk, löktem oldalba Pelsőt. Nem hittük el, csak akkor borultunk egymás nyakába, amikor megmutatták a helyünket. Egymás szavába vágta, kezdtük hadarni a versikét, ami mindig segítségünkre volt lengyelül. Polák rengelt, vábratánk, idos lánki. Jó, szóval, nem egymás mellett ültünk, jóan senki nem tud lengyelül. Nem egymás mellett ültünk, a személyzet számára fenntartott helyre ültettek bennünket. Olyan volt az egész, mint egy álom.
Véget ért az előzenekar műsora, maradt egy kis idő a Stonesig. Kimentünk az előtérbe, és kijött velünk szembe Elzsbieta Grabowska. Tágra nyílt szemmel, sikítva ugrott a nyakunkba, a szemében csodálat. Hogy csináltátok? Hanyagul a nadrágomra bögtem. Tudod, a Jagger, mondtam magyarul, de a mozdulat magáért beszélt. Aztán elkezdődött. Hiába jöttek később a nagyobbnál nagyobb Stones koncertek, nekem ez volt és maradt a Rolling Stones. Valószínűleg, mert az első volt, vagy talán mert ezen még Brian Jones is játszott. Esetleg a körülmények miatt, amiben benne van minden, a bejutástól Jagger nadrágjáig. Mert milyen az illet? Mik egy megszólalásig hasonló nadrágban jelent meg, mint a mi nevezetes nazink. Lehet, hogy ekkor már Elzsbieta is elhitte, hogy valóság, amit vodkázás közben füllentettem előző este. Azt nem írtad le, hogy mit mondtál? De azt mondta Elzsbietának, hogy mikor az állított, hogy nem fogunk tudni ide bejutni, Zsolta kipattant agyával a gondolat, dehogy nem. Tudod, a múlt héten játszottam a magyar ifi válogatottban? Magyar ifi válogatottal Bécsben, és éppen ott koncerteztek, aztán ott összeakadtam Mikkel, aztán mondta, hogy milyen marha jó a nadrágot, nekem is ilyen, neked adom, ha akarod, és neki, nekem adta a nadrágot, tehát itt van. És így jelent meg a Jagger. De esküszök egy kezedben a bajnokságban. Bálint Marta, nem? Nagyon, nagyon függönyéből vagy, vagy takarójából. Na tehát, és jött Mik, a démoni, az utánozhatatlan. A páváskodás, amit csak ő tud, amivel egyszerre vadít meg lányt és fiút. Kéz gitárjátéka, a riffjei és sorban a nagy nóták, a Satisfaction-től a Lady Jane-en át a 67-es év nagy sikerei, a Let's Spend the Night Together. Ez a koncert, a varsói este hangulata kitörölhetetlenül megmaradt bennem örökre. Na jó, most már jó sokat beszéltünk a zenéről meg a rockról, de egy kicsit térjük vissza a másik nagy szerelmet, a sporthoz és a focihoz. Na jó, hát ez egy kicsit röviderre. Hogy hogy kezdődött az egész, és utána azt mondanom, hogy hogy végződött. Na hát volt egy nagy törés, a Kese mondta nekem mindig, hogy nagy focista lehettél volna, csak hát korán megsérültél. Na most ez sajnos ez igaz történet, mert én valóban megsérültem. Úgyhogy 67 nem tudtam futballozni, úgy nézett ki, hogy a még el sem kezdő futballkarrierem már is tönkre megy. Aztán 67 táján egy barátom rávett, hogy menjek el egy kis csapatban futballozni, mert két éve keresztül nem tudtam lábrálni sem. És ez a kis csapat az Autóker nevű lasszus csapat volt, aki történetesen az Egyesült Tisztiskolának a futballpályáján a Gödörbe játszottak. Ez a volt a Fradi pályától nem messze, az Egyesült Tisztiskola is ott volt. Ma már nem tudom, mi van a helyén, leboltották. És ezzel elkezdtem ezt a focit, voltunk körülbelül hárman olyanok, akik tudtunk futballozni, a többiek azok inkább berekedtek. Nem most nem a pályán, hanem igaziból is. És hát ott egyszer az egyik mérkőzésen megjelent 10 fiatal srác, meg egy ember, akit megijedtem, mert felismertem Budai Kettőt, a Laci bácsit, aki a Honvédban volt az ifi edzőm. Úgyhogy a meccs végén én valahol, nem tudom hol, de a kapu mögött elsófordáltam, ahogy a Laci bácsival beszélgettem, aki tudtam, hogyha kiderül, hogy ki vagyok, meg fogja kérdezni, hogy mit keresek én ebben a csapatban. Na de két meccsel később megint megjelent a Laci bácsi és a csapat, és már nem tudtam lelépni, elkapott. Megérkezett, ki vagy te fiam? Aztán mondtam, hogy ki vagyok, hogy a Laci bácsi volt az edzőm, akkor már beugrott neki, és kérdezte, hogy milyen vagy te katona. Mondtam, hogy kaptam egy évhalasztást, mert előző évben az meghalt az édesanyám. Úgyhogy most fogok bevonulni. Akkor fölírta az én adataimat, és abban az évben volt egy fúzió. Az Egyesült Tisztiskolát és a Szentendrei Honvédot összevonták, és Kossuth KFS-e néven egy NBA-s csapatot alakítottak ki belőle, és ehhez a csapathoz hívott engem Laci bácsi. Hát tudtam, hogyha bevonulok katonának, a barátaim az összes próbáltak kihúzni magát a katonaság alól, én viszont örömmel mentem, mondom,
mert volt egy lehetőség arra, hogy visszatérjek komoly szinten a futballba. De 67 őszén vonultam én meg katonának, de előtte volt egy fantasztikus nyár, teli rock and roll dolgokkal, ugye ott volt mindjárt azt hiszem, hogy a Spencer Davis koncertje. Aztán ezen kívül meg lányok, meg milyen kalandok voltak, és akkor jött a Kucalányos Kati nevű barátunk, ugye? Igen. András Laci, ezt olvasd el. Élvezzük az életet a katonaság előtt, adtam ki a jelszót. Itt volt mindjárt Kati, a szomszédos tisztító sztárja. Áradt előle a buja erotika, megőrítette a férfi népet, aki lippent a pult mögött pici mini szoknyájában, amiből kivillantak a hosszú formás combok. Csorgott a pasik nyála, amikor végigszomlázott a kisütött helységet. Hírből sem ismerte a melltartót. A gyönyörű mellek minden lépésénél lágy hullámokat vetettek az omega feliratos bolla alatt. Nem csoda, hogy a házas emberek is szívesen jártak hozzá, amíg a feleségük ki nem szúrta, mire megy ki a játék. Ne a pucerájba menj, Sanyi, hanem a vásárcsarnokba a klubjért. Jaj, ott nincs pucerájos hatá. Törlekedtek az asszonyok, pedig a pocakos, kopaszodó férjüknek. Nem sok esélye volt a bét világban torzoló hippilánynál. Bezzeg a mi kis csapatunkat imádta. Túl volt az összes barátom, csak engem hagyott ki a sorból. Annak ellenére, hogy egyáltalán nem titkoltak, kedvel engem. Mi lenne, ha utána? Morfondíroztam, miközben megőrültem, történjen már valami. Velem mi lesz, Kati? Szegeztem neki a kérdést, amikor már nem bírtam tovább. Nyugalom, Zsolti, ne kapkodjuk el. Nézett melegbe a szemembe, veled egy havas téli esten képzeltem el, medve bőrön, a kandalló előtt. De Kati, a nyár elején vagyunk, medve bőr sincs, tegyük át legalább egy nyári zivataros időre. Na jól van, kis bután, Zsoltikám. Szeretett így szólítani, én meg nem bántam, vágytam rá, hogy legalább kis időre a Zsoltikája legyen. Gyere le hozzám, ha elered az eső. De nem eled. Hatalmas szárazság tört a Kárpát-medencére. Búsan lógatták szitmaikat a virágok, szomjaztak a fák, a föld, és én is Kati csókjaimat át. Hiába lestem az időjárás jelentést a tévében, csak azt tudtam meg, hogy tovább tart a szokatlan hosszú forróság. Jó másfél hónap után, gyönyörűséges reggelre érvettem. Fillállás, mennydörgés, felhőszakadás. Fél lábon kapkodtam magamra a nadrágot, inget rohantam a pucerájba, nehogy elálljon az eső. Már várt, amikor bőri gázba vezolantam. Tudta, hogy érkezem. Kulcsra zárta az ajtót, kiakasztotta a kézzel írt cetlit. Mindjárt jövök. Az emberek izgatottan találgatták, mi történt Katikával, mert a cetli záróráig fitegett az üzlet ajtaján. Vagy hová lett? Hová? Hát elment. Többször. Na ennyi pucerály Katiról, és aztán jött a katonaság. Igen, 67 novemberében bevonult a katonának. A kiképzés az még Budapesten volt, amiben nem is volt baj, néha még futballozhattunk is, aztán jött az esti napja, ami egy újabb sorsforduló volt az életemben, mert hogy az utolsó gyakorlaton kicsempésztem a zsebembe a pukkancsot, amit nekem a gyakorlaton el kellett volna dobnom az ellenséget. Tehát azt gondoltam, hogy nem az ellenséget dobom, hanem inkább szíveztek a fölrubatom, a város tudta lehet. Hát ez nem sikerült, mert közben történt egy kis internetzó a Kozmos Örözőbe, ami a visszatérő hely a számukra, ahol sikeresen felrobbantottam a sörözőt, pontosan a Sefer Zoli barátom volt az, aki meggyújtotta. De mindegy, kirobbantottam magam ezzel az országból, mert ez volt a pont, amikor már nem nagyon toleráltak nekem semmi. Bevonultam katonának, a futballnak lőttek, szegény Budai Laci bácsi közölte velem, hogy nem tud segíteni, mert a politikai tiszt azt mondta, hogy aki vöröszászlókat dobál, fölrobbantja a sörözőket, az éttermeket, az bizony ne futballozzon, hanem őrszázad. De ugye a büntető százada volt a csapat, vagy ennek a Kossuth KFS-ének, vagy a Kossuth katonai főiskolának. És hát azért voltak az elején, addig amíg ezért a pukkancs lobbandásért kaptam én egy hetet, vagy két hetet, ilyen
fogdát. Az volt még a legjobb időszak az egész honvédség alatt, mert szilveszter napján például azok a srácok öltöttek, akikkel egy csapatban voltam. Úgyhogy ott még pár éta is jutott nekem a benne börtönbe. De aztán utána nagyon kemény időszak következett. Persze volt néhány humoros eset is, hogyha Lackó, hogy ezt neked mondanád. Zsolti, az időből kezdünk kiszaladni. Igen, inkább azt mondanám, hogy, hogy még ezen a nyáron végre megérkezett a kedvenc zenekarod Magyarországra, a kedvenc énekesed. Akkor annyi, hogy 67, ez 67. 68-ban egy év múlva, meg el kellene mondani, hogy szereltem le. Akkor elmondom ezt, és akkor elmondjuk a napot. Hát beunultam ugye, mint futballista, na de miután történtek ezek a kis problémák, ezek után én elhatároztam, hogy leszerelek, vagy fejbe lőni magam. Két választás volt, mondtam, hogy üdös bogarak miattatok, nem fogom fejbe lőni magam, inkább kitalálok valami más. Na akkor jött az, hogy elkezdtem, abba hagytam mindenféle enni, a kaját, nem ettem, fölkerültem a gyengélkedőre. A lényeg az, hogy a végén leszereltem általános testi gyengéséggel. Ez már 1968 tavaszán volt. Aztán ez egész jó kis év lett, nagy boldogság volt a számomra, hogy végre megint civil ruhát viselhetek, megnőveztetem a hajamat, ami akkor fontos volt, sokkal hosszabb volt, mint most. Aztán ráadásul 68 nyarán jött egy zenekar, aki nekem nagyon fontos volt, de nem is a zenekar volt annyira fontos, hanem az énekesük, akiket én nagyon szerettem. Bizonyos Stevie Winwoodnak hívták ezt az urat, és a Spencer Davis-szel is már Budapesten kellett volna lenni az előző évben, az nem jött össze. Viszont 1968 nyarán jött a Traffic. És mi hárman, Scheffer Zoli, a kis Zsolt és én kimentünk elég a repülőtérre. Hát volt egy hivatalos fogadóbizottság, de valami miatt nekünk sokkal jobban örült a közönség. Így aztán már a repülőtéren összebarátkoztunk, és meghívtak bennünket a próbáikra, koncertjeikre, és a Jimmy Capaldi nevű srác, aki dobos volt a zenekarban, így azzal kezdte, hogy menjünk el valami bulira. Hát először azt gondoltuk, hogy egy nyilvános rendezvényre akar menni, de aztán közölte, hogy nem nyilvánosan, de nem akarnak, hanem inkább egy zárt körű rendezvényre szeretnének menni. Hát zárt körű rendezvény, azt mondja a kis Zsolt, hogy ez házi buli, de. Hát igen, de házi buli. Most ezek az emberek, ezek világsztárok voltak. Előtte mondjuk a Jimi Hendrix-el, meg a Keith Richards-dal, a Mick Jaggerrel buliztak, ilyen hatalmas villák parkjaiban. Nálunk meg a maximum két szobás képli a panellakások. De még az sem volt. És akkor a Scheffer Zolinak támadt egy ötlete, mert hogy volt egy barátja, hívták, hogy bármi, az pattással volt tulajdonképpen. És azt mondja, hogy Bárkonynak a szülei lementek a Balatonra. És a Bárkonynál lehetne esetleg házi buli tartani. És hogy ez létre is jött, és hogy ez a házi buli hogy zajlott le. Ami ezen a bulin történt. Azt mondja, maga a házigazda. A mi népszerű színész barátunk, Várkonyi András. Köszönöm szépen. Nem akármi volt ez a dolog, minden esetre. Hát először a te szavaid, aztán kiegészítem egy kicsit meg, hogyha gondolod. Csak. Tehát, hallható vagyok, ez jó. Steve Winwood és a Traffic együttesre vált Budapest. Steve-et tavaly hiányoltam a Spencer Davis Groupból, mert ő volt a lelke annak a bandának is. Összedugtuk a fejünket Kis Zsoltan és Sefivel. Nem volt vita, megyünk elég a Ferihegyre.
Amikor megérkeztek az öltönnyakkendős fogadóbizottság mellett, mi is lelkesen köszöntöttük a velünk egykorú 20 év körüli világsztárokat. Ki tudja, miért nekünk jobban örültek. Le se szarták a hivatalos delegációt. A szabadságszállóban laktak, megbeszéltük délután, ott találkozunk a halban. Gyertek a próbára is, este meg bulizunk egy jót, mondta Steve Wainwood Zolinak, aki jól beszélt angolul. Hová vigyük őket, aggodalmaskodott a kis Zsolt. A dilemmát Jim Capaldi oldotta meg. Nehogy nyilvános helyre menjünk, és magyar lányok legyenek, én például csípem a szőke nagymellű csajokat, vigyorgok. Hé, bazd meg, házi bulira mennétek, rémültem meg, felmérve a budapesti lakásviszonyokat. Néhány napja olvastam valahol, hogy milyen viharos kerti partin bulisztak Jimi Hendrixel és a Stones rebelliseivel. Mikkel, Kisszel, no meg London legszebb csajai. A csajokkal nincs gond, töprengett a kis Zsolt, de honnan szerzünk kéglit? Nem vihetjük őket egy kétszobás pesti bérlakásba, de még az sincs. Hazafelé, amíg a Malé busz döcögött a Vörösmarty tér felé, Zolinak támadt egy ötlete. Felhívom a várkonyit, nincsenek otthon a szüleim. Remélem nem kétszobás a lakásuk, ráncolt a homlokát a kis Zsolt. Valasz három is, mondta fanyar mosolya a Zoli. Én intézem a kéglit, pár piára összedobjuk a pénzt, ti meg hívjatok csajokat, de sokat. Délután, mikor a trafikkel próbára indultunk a kis stadionba, már összeállt a kép. Este érkeztünk András szülei belvárosi lakásához, nagy illusztris társasággal, mert a trafiken kívül jöttek a zenészek, Jimmy Cliff bandájából is. Ők nyomták a trafik előtt. Csak a zenekar vezetőnek, Jimmynek akadt dolga. Leírtam neki a pontos címet, bár nem hittem, hogy utánunk jön. Mire megérkeztünk, a lakás már tele volt félrészeg vendégekkel. Rengeteg dögös csaj, nyitott üvegek, teli poharak mindenfelé. A házigazda ilyetten szemlélte, hogyan alakul át a tisztes polgári kégli. Ne bajrész, András, nem vagy te egy öreg Vidi bácsi. Azt csak 40 év múlva leszel, mondtam volna, ha a jövőbe látok. Igaz, most is barátok között vagy, ha kicsit részegek is a haverok. Kis idő kellett hozzá, és sok pálinka még belátta, hogy hiába aggódik, a buli megy a maga útján, feltartózhatatlanul. Egyre vadabb lett a mulatság, a zongoránál Steve Wainwood patakival játszott négykezes, szemben velük a sarokban Jim Capaldi, a nagybellű szőke, amit ölelgette, megtalálta, akit keresett. Valaki a másik bandából Chris Woodnak magyarázott gesztikulálva, körülöttük lány koszorult. Dübörgött a buli, amikor a lakás ajtajában megjelent Jimmy Cliff füligérő vigyorral, mögötte a feldúlt arcú házmester. András próbálta nyugtatni, de nem nagyon sikerült. Most látott először fekete embert. A fejét csóválta, lesett vissza a lépcsőfordulóból, még mindig azon tűnődve, hogy akkor ő most hallucinál, vagy átverés áldozata lett. Jimmyt a felesége engedte be, amikor a nagy csöngetése kisaszogott kaput nyitni. Halálra rémült, azt hitte az ördög jött elért a pokolból. Csak amikor nagy nehezen megértette a jamaikai angol kiejtéssel többször elhadart Varkonyi nevet, akkor nyugodott meg kissé. Ezektől a huligánoktól ott az emeleten mindenki telik. Csörömpölés. Egy pohár megadta magát. András már régen beletörődött, hogy a buli áldozatokkal jár. Ez van, fogyóeszköz, mondta rezignált hangon. Egy készséges lánynál hozta is a porszívót, a másik kézzel rakosgatta lapátra a nagyobb üvegszilánkokat. Befutottból félrehúzódott. Mi van, Miki? Néztem részek szemekkel. Holnap nálam lesz buli. Gondolod, van kedvük átjönni Budáról? Bulizni minden nap van kedvük, Pesten és Budán, csuklatam egyet. Nem dönthetek helyettük, de megkérdezem. Sefi jött oda hozzánk az egyik angol zenésszel, Jimmy Cliff zenekarából. Később kereslek, mondta Dol, és poharát egyensúlyozva arrébb sassézott. Na. Most viszont... hogy ne az egész könyvet olvassuk föl. Igen. Egy óriásit ugrunk, és már is Dániában vagyunk, mert egyszer csak ott lettél. És még van 10 perc. Hát egyébként a könyvben minden benne van. Akkor ez a 10 perc alatt egy pár mondatot, akkor hagyd mondjak én Dániában. Ami, hát nem Dániában készültem, valahogy sikerült lelépnem. Ez is egy külön kaland, hogy hogy kaptam egy útlevelet, amikor ugye robbantás, meg vörös zászló, de megkaptam. És itt megint nagy szerepe volt ebben a kis Zsolt édesanyjának,
aki azt tanácsolta, hogy próbálkozzak egy másik útlevelet kérni, amit meg sem értem próbálni. A lényeg az, hogy megkaptam egy ilyen kalandos úton diszidáltam Olaszországba, Jugoszlávián keresztül, menekült táborok. Aztán úgy nézett már ki, hogy kijutok Svédországba, nem jutottam, nem fogadtak el a svédek valami miatt, ez is benne van a könyvben, hogy miért, igen, ez van a sztori. Aztán erre azt gondoltam, hogy én mindenképpen Svédországba fogok menni, sikeresen végigszöktem Európán, és megjelentem Svédországba. Ott viszont lebuktam, hál' Istennek tiszta lap, visszakültek Dániába, és sikerült ott maradnom, majd onnan is kidobtak, de végül csak visszakerültem, a lényeg az. De nagyon röviden összefoglalva, mert nincs időnk, viszont részletesen benne van a könyvben. És aztán nagyon boldog élet következtek Dániában. Futballoztam, a családot alapítottam, aztán elváltam, hogy kell. Aztán megint összeházasodtam, született két lányom. A lényeg az, hogy szépen teltek az évek, és 67 táján visszatérve egy mondat elején a futballhoz. Nem 67, hanem 77. Elkezdtek megint a dánok a magyar futballról beszélni. Hát ez igen érdekes lett a számomra. A régi nagyokat, a Beneferit, a Dunai kettő, Antit, Flóric, természetesen mindenkiről tudtam mindent, hanem olyan nevek jöttek el, mint Nyilasi Tibor. Ki lehet az a Nyilasi Tibor? Ebedi Zoli. Fogalmam nem volt ki. Törőcsik András. Na és ezt a Törőcsik Andrást nekem egyszer a svéd televízióban sikerült meglátnom. Meglátni és megszeretni. Holott, hát fiú, de hát tudjuk, hogy én a hogy én tulajdonképpen a játékát szerettem meg, de azt mondod. És a stílusát. Mert ez egy olyan stílusú fiú volt, akiben tényleg bele lehet szeretni a játékába, a viselkedést, mindent szerettem a törőkből. Na most a könyvnek az utolsó része, ugorjuk a törőkből szerintem. Ez a könyv befejező része. A könyvnek a befejező része. Sajnos egy kicsit szomorú történet, de hát a legvége viszont nem szomorú, úgyhogy hogy mondjuk el ezt a szomorú, amit én szomorúnak éltem meg, mondjuk el azt a részt is, és mondjuk el a befejezést, ami tulajdonképpen 78-al zárulik a könyv, ezt Laci, ezt légy szíves, mondd el meg. Filmet forgattunk, a levegőt, József Attila után szabadon. Hiába kötöttünk szerződést a Magyar Televízióval, állapodtunk meg szóban a Duna TV-vel, leszámítva a nagy sikerű premiért az Urániában, soha nem került képernyőre a film, amit saját zsebből készítettünk. A 60-as évek lepattant generációjáról, rólunk szól ez a film, a bandákról, amik olyan sokat jelentettek nekünk. Szörényi, Charlie, Somló érzéseiről, a kexről. Ki miért maradt, ki miért vágott neki a világ. 60-as évek. Na, hogy a foci megkerülhetetlen. Benne van a filmben. Már a zenekarokat is én válogattam, én ismertem őket. A filmben szereplő két játékos is az én ötletem volt. Ki más lehetett volna, mint a két örök lázadó. Varga Zoli, alanyi jogon, hiszen ő lelépett. Kesemé csak 14 volt, amikor mi elindultunk. Lehet, hogy soha nem került volna ilyen nehéz, esetenként megalázó helyzetekbe, ha ismeretlenül kézen fogjuk és magunkkal visszük. Vagy ha a barátján a hallgat, aki folyamatosan azt hajkózta, húzzál innél, minél távolabb, annál jobb. De maradt. Kora délután érkeztünk a Gammára. Mi van, Buli? Megvannak a zsugák? Kese ragasztotta rám a Buli Zsolt nevet. Állítólag, ha győzelemre áll ellenem a pia, azt ordiválom, hogy Buli van, bazmej! Dolgozni megyünk, Kese, de nem hinném, hogy neked jegyet kellene mutogatni a Puskásban. Ha mégis kérik tőled a zsugát, beviszlek, viccelődtem. Közben arra gondoltam, hányszor töltötte meg az egykori Népstadion játékos társaival. Régen látta a nemzeti csapatot. Ahová nem hívnak, nem megyek, közölte, amikor arról érdeklődtem, miért nem jár meccsre. Törő nem az a típus, akit csak úgy el lehet felejteni. Egy argentin stadionban is örömmel fogadnánk.
Hát még a nagy sikerek színhelyén. Úgy kezdődött, ahogy számítottam rá. A szurkolók lépten nyomon felismerték, amint nehézkesen sántikált befelé a súlyosan sérült csípőjét tapogatva. Nézd már, itt van a törő! Állj be, kese, ezeknél még sérülten is jobb vagy, jöttek a dumák. Málta volt az ellenfél, azok a mi csapatunknak nem jelentettek problémát. A forgatás végén beszélünk az Icakába, megülleteljük a győzelmet, gondoltam. Pár nappal korábban csináltunk kesével egy snittet a gamma pályán. Kérésemre újra elmesélt a gyerekkorban kapott első Adidas futballcipő történetét. A cipőkkel a párnája alatt aludt éjszakákon. Az ő generációjuk még a megszállottak közé tartozott. Az életük volt a futball. Nem egy része az életüknek, hanem az életük. Rendben zajlott a meccs, ahogy vártuk. Döcögősen indult, aztán megszereztük a vezetést, mindjárt jobb lett a kedvünk. VB-selejtezőt játszottunk, nem árultak sört a stadionban, pedig a törő nagyon megívott volna egyet. Igazán kihozhatott volna valaki egyet műanyag pohárba a vidből, mert ott zajlott a társadalmi élet ezerrel. De aki bejáratos volt a fejeseknek fenntartott lokálba, hiába kértük, nem reagált. A szünetben kese hozzám fordult. Elkísért Zsolt, innék egy sört. Nem árulnak sehol, majd a végén iszunk a katicában. Hajthatatlan volt. Tudtam, hogy elgáncsolni sem lehet, ha menni akar. Miért hagytátok, hogy igyon? Kérdezte egyszer valaki. Nem ismertek esélyt, mert akkor tudta volna, ilyenkor ment a feje után. Tudom jól, ilyen vagyok én is. Amikor inni akarok, jobb, ha nem kérlelnek, az csak olaj a tűzre. Fordított esetben is így van, amikor eltiltom magam az írástól, amíg le nem telik a lelkiismeretem szerint kiszabott ítélet, egy pohár sörre sem lehet rábeszélni. Miért nem állsz meg, amikor már eleget ittál? Szokott jönni az okos kérdés. Azért bazd meg, mert még nem ittam eleget. Bár tudnék uralkodni magamon, amikor olyanom van, tudnám, hol a határ. Rengeteg kellemetlenségtől megkíméltem volna magam. Ezt tudom, megállni akár egy évig is. De nem bírom letenni a poharat félúton. Ahogy ki sem mondaná, vagy eszünk, vagy iszunk. De azon a koratavaszi áprilisi napon a Puskásban szó sem volt részegeskedésről. Kese kívánt egy sört, én pedig, bár bajós sejtelmeim voltak, felkísértem őt a VIP bejárathoz. Nyugtattam magam, ha egy Maradona Boca Juniors stadionban, vagy Michael Laudrup Kopenhágában a Nemzeti Stadionban sörre vágyik, 80 ugranak, hogy betessékeljék a VIP helyiségbe. Még akkor is, ha nevük nem szerepel a meghívottak között. Nekik ez jár. A VIP vendégek többsége éppen ezeknek a zseniknek köszönheti, hogy ott lehet. Más kérdés, hogy törőt soha nem érdekelte a VIP világa, és ezt tudták is róla. Lehet ennek köszönhető, hogy csak a bejáratig jutottunk. Van karszalagjuk? Kérdezte a jól megtermett ajtón álló. Nincs, mondtam. Csak a barátom szeretne 5 percre benézni. Én megvárom idekint. Gondolom megismeri őt, az urak odabent örülni fognak neki. Várjanak itt az ajtóban, mondta a nagy darab, és eltűnt. Kis idő múlva egy öltönyös, fontos elvtárssal tért vissza, ha már a fontos elvtárs akkor egy ideje már lejárt. Bemehetnék pár percre? Szólalt meg törő. Szalagja van, érdeklődött az öltönyös és unott pofával. Nem hiszem el, csattantam fel. Maga nem ismeri meg az MLS VIP helyisége előtt Törőcsik Andrást. Ez lenne a feladata. Akkor miért van itt? Mondtam idegesen. Ha az úrnak nincs karszalagja, sajnos nem jöhet be. Zárta le a vitát az öltönyös, és ott hagyott bennünket. Mielőtt megkezdődött a második félidő, megszólalt a hangos bemondó. Köszöntjük a mérkőzésen megjelent egykori válogatott labdarúgóinkat. Na végre, legalább megemlítik, ha már ilyen gyalázatosan viselkedtek vele a VIP-ben. Tudják jól, hogy itt van. A bemondó felsorolta 3-4 játékos nevét, mindegyik név után hatalmas ováció a lelátón, pedig egyik sem tartozott a klasszis kategóriába. Megérdemelték az elismerést, mint minden futballista, aki eljut a válogatottságig. Ha ennyire tisztelik az emberek a szerényebb képességű játékosokat, akkor törő nevénél felrobban a stadion. Gondoltam reménykedve.
visszafojtott tűtől majdnem szétfeszített az indulat. Alig mertem kesére nézni, aki látszólag közömbös arca szemületben és nélkül figyelte a második fél időre kimaradó játékosokat. Később is csak egyszer beszéltünk a történtekről. Minek vittél engem oda? Kérdezte, amikor szóba került az a 3-0-ra megnyert meccs, ahol az illetékeseknek sikerült megszégyeníteni az elmúlt korszak talán legnagyobb labdarúgóját. Utána azt mondtad, hogy ne ilyen kezdődő történet, hanem egy olyan dal, ami csak egyszer történik meg az ember életében. Ez 10-11 éve. És ez csak egyszer, a 60. születés. A 60. az csak egyszer. Viki húgom szervezése volt Malmöben. Elhitették velem, hogy szűk családi körben ünnepelünk. Csak Danika, apámék és a húgom voltak ott a kicsi bárban. Egy üvegpezső az asztalon, poharak. Húgom kicsalt az utcára. Rá szeretnék gyújtani, mondta. Mire visszatértünk, a falak szétnyitva, terített asztalok, és a barátaim szerte a nagyvilágból, Oszlóból, Stockholmból, Budapestről és Kopenhágából. Kese, mint fénykorában, ott trónolt az első asztalnál. Frissen mosott haj, zakó. Mellette a hű fegyverhordozó, horvát Karcsi, alias Dumbo. De amerre csak néztem, mindenfelé mosolygós régi barátok, vagy 60-an. Nem csoda, hogy meghatottam. Úgy 2 héttel az argentinok ellen elveszített mérkőzés után 1978-ban, egy szép nyári napon, azon törtem a fejem, hová menjek nyaralni. Spanyolországra gondoltam, de végül arra az elhatározásra jutottam, hogy ismét Bulgáriába utazom. Apám jól érezte magát, biztosan szívesen jön újra, ha meg a Perső vagy a Kis Zsolt, Döme Zsolt is vele tart Buleszba, az már tényleg habatortán. Holnap bemegyek az utazási irodába, lefoglalom az utat, döntöttem el magamban a kérdést. Jobb hiány, ha már haza nem mehetek. Köszönjük szépen! Köszönjük gyerekek, én nagyon örülök, hogy ennyien jöttek el, és nagyon boldog. És igen, és Zsolt nagyon szívesen dedikálja a könyvet. Igen, alám még nekem is. Igen, akkor hát jöjjön a dedikáció, akit kivonulok, és állom mindenki rendelkezésre. Kint, ahogy bejöttél, jobban. Elköszönök a kesétől. Akartam kocintani. Na, szia. Megyek, hogy üdvözlöm a kettőt. De most jól csinálhatok. Isten értesen, édes parancsnok. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy kell kimondani oroszul azt a kereszt. Te, figyelj ide, Róna! Oroszul, nem látlak, nem látlak, de tudom, hogy te vagy az, bazd meg. Utána vagy Zsoltikám! Zsoltikám, utasd magad! Itt vagyok. Gyere, állod! Csak be! Állod! Hát akkor... Figyelj, én nekem mesekőben van valami. Jövök. Kint Gázsi, emlékszel? Jött két valami nyugati, mert Gács vagy amerikai voltak, és leintettük őket, és megálltak, és pakerdők a csajokkal, és elhívtuk őket bola, Gyerekházi Sostóra azért a bulira. Gyerekházi? Igen, Gyerekházi Sostóra. Nincs, te, de ezer éves, tovább, bazd meg. Na. Csókolat. Ő meg a fiam? Jaj, drága fiam. Na. Na. Apa. Akkor a Róna pici. Okay. Ott a Windows-os.
Egészség. Egészségetekre. Megvan. Szia, Jóskita, te is, szevasz.